Az utóbbi években egyetlen tavasz sem telik el anélkül, hogy meg ne próbálkoznék a siketfajdok fotózásával a dürgési időszakban. Az idén sem volt ez másképpen, összesen 2 napot tudtam a fotózásukra szánni. A fotózást megelőző délutánon már fellátogattam a dürgő helyszínre, felvittem a csomagot, lessátrat, minden szükséges kelléket, és kiválasztottam a számomra ideális helyszínt, mármint a lessátor számára, ahonnan tudom majd fotózni a dürgő kakasokat. Ezt az alapján választottam ki, hogy hol volt a legtöbb nyom, ebből arra következtettem, hogy ott volt a dürgés a legaktívabb. Tehát felhúztam a sátrat délután, és másnap reggel 4 órakor elfoglaltam a helyemet a sátorban, még sötétben, hogy ne zavarjam a kakasokat. Sajnos az első reggelen sűrű havazzás fogadott. Ez nem lett volna akkora probléma, mert szívesen fotóznék siketfajdot havazzóban, de ez sajnos teljes mértékben nem valósult meg. A második reggelen az időjárás már sokkal-sokkal jobb volt, a kakasok is aktívabbak voltak, ekkor viszont a felszerelésem kezdett vacakolni, de végezetül azért nem teljes kudarccal zárult a túra. Amennyiben kíváncsiak vagytok a részletekre, nézzétek meg a videómat. Úgy néz ki, hogy ennyi volt a mai napra. Még 7 óra sincs, és már elmentek a kakasok. Újra itt vagyok a dürgőben. A tegnapi havazzás után most szép idő van. A kakasok is aktívabbak. Itt kattognak a sátor körül, most pillanatnyilag egy sem látszik. De ma már sikerült egy pár fotót készítenem, meg videót is. Hihetetlen, bepárásodott az objektívem. A tegnapi havazzóba, abból párás hitvány időbe benedvesedhetett. Most kisütött a nap, jó idő van, be van párásodva. Itt szárítom, a kakasok itt dürögnek, nem tudok fotózni. Nem hiszem el.
ott a távolba van még egy kakas, éppen távolodik. A gépem kiszáradt, de nagyon sok jó jelenetről lemaradtam. Szinte alig készítettem említésre méltó képet. Nem vagyok elégedett. Visszajöttek a siket fajdok. De három kakas van a közelemben. Mind a három takarásban. Egyetlen egyet se látok tisztán, csak részleteket belőlük. És ül egy tyúk a fán. Miatta vannak mind a hárman itt. Megmutatom a tyúkot. Annyira tudják, hogy hol nem látom őket. Hihetetlen. Ilyen szépen takarásban vannak. Még mindig itt vannak a kakasok. Korábban azt mondtam, hogy nem vagyok elégedett. Hát... sikerült azért néhány fotót készítenem. Most már úgy fogalmaznék, hogy elégedettebb vagyok. A reggel viszont az objektív párásodása az rettentően elvette a kedvemet. Sok jó jelenetről le is maradtam. Itt van a sátor mellett egy 30 méterre egy kakas. Picivel fennébb még egy, a jobbomon, ott is van egy, és egy van a hátam mögött is. Hát összesen négy kakas van a közelemben. Tyúkokat is hallottam beszállni a fára. Még tart a dürgés annak ellenére, hogy már nagyon magasan van a nap. Sajnos az idénre számomra véget ért a dürgés, két reggel tudtam a kakasokra fordítani. A videóban láthattátok, hogy mennyi szerencsével jártam. Remélem, jövőben több időm lesz, több szerencsém az időjárással, a felszereléssel és természetesen a kakasokkal is. Addig is, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Jó fényeket mindenkinek, sziasztok!